Valaki mondta nekem az elmúlt hetekben, egy-két héttel ezelőtt, hogy kapott igét az első szeretetről, hogy olvasott valami könyvet, és hogy mennyire fontos ez az első szeretet, és hogy mennyire fontos, hogy visszatérjünk az első szeretethez. Azt mondtam neki, hogy én érdekesen most más kapok. Azt mondtam neki, hogy én nem az efézusi gyülekezet vagyok a Jelenések könyvéből. Én nem az első szeretetre vágyok, hanem újabb hullámokra, ami azután történik, hogy újabb és újabb kinyilatkoztatást kapok Krisztus megismeréséről. Én nem a kezdetire vágyok, amit adott, hanem arra a többre, ami akkor történik meg, amikor egyre újabb és újabb kijelentést kapsz, és ennek az örömét, ahogy egyre jobban megismered őt, ahogy egy újabb, friss kijelentést kapsz róla. Nekem erre van szükségem. Olyanok vagyunk, mint a hegymászók tulajdonképpen, akik csúcsokat másznak. És őt nem fogja eltölteni az az öröm, hogy eljut arra a kezdeti szintre, ami az első állomás volt, amikor megtanult hegyet mászni, a hegymászó iskolának az első szintjére. Nem fog örülni, hogyha ugyanazt a szintre eljut, hanem őt az bátorítja, hogy újabb és újabb csúcsokat fog meghódítani. Újabb és újabb szintre fog eljutni. Az fog neki örömöt adni, hogy jé, ezt is megmásztam, és már magasabbra mászok, és végül el fogom érni a csúcsot. Azt mondom mondani, hogy ha nem értékeljük Krisztust mindenek felett, akkor tulajdonképpen nem is értékeljük őt. Ha nem értékeled Krisztust mindenek felett az életedbe, akkor nem értékeled. Őt nem lehet csak kicsit értékelni. Őt értékelned kell. Oda kell tenned őt a legmagasztosabb helyre a szívedben. És igazából a szeretetnek az újabb hullámaira kell, hogy törekedjünk. Ha te nem vagy bűnben, akkor te ne az első szeretetet keresd. Ha nem az vagy, aki a hamis apostolokat lefülelte, és tűrtél, meg nem tudom, mit csináltál, akkor ne az első szeretetet keresd, mert több van ennél, sokkal több. És az Isten félelemről szóló sorozatunk is arról szól, hogy tovább keressük az Istent. Nem elég, hogy megtaláltad. Sokan csak meg akarják találni, és nem értik, hogy több van. Bejönnek az egyházba, bejönnek Isten népe közé, megtaláltam őt, befogadtam a szívembe, szeretem őt és kész. Nem. Mász meg újabb csúcsokat. Keresd őt teljes szívedből, mert sokkal több van nála. Amen. Dicsőség az Úrnak. És akkor az első igénk, megkértem Tibit, hogy vetítse ki a Jeremiás 32. Tehát az Atya Isten előre tudása szerint működünk, fantasztikus. Az a bizalom, ahogy átlát bennünket az Úr, és látja, hogy mivé válunk, és mi lesz velünk. Jeremiás 32, 38. Ugye, egy csodálatos ígéret. Atyám, köszönöm a te beszédedet. Köszönöm, Uram, hogy itt a te szentséged, itt a te tiszta jelenlétet. Köszönöm, Istenem, hogy megtiszteljük a te beszédedet. Úgy olvassuk ezt az igét, Uram, te szeretnéd. Testvérek, ez nem egy közönséges olvasmány. Ez nem receptek, nem fitness dolgok, amiket olvasunk. Ez nem egy közönséges olvasmány, hanem Istennek a beszéde. És ott kezdődik az Isten félelemre szóló üzenet, hogy tiszteljük az ő beszédét. Tekintélyt adunk az ő igéjének. Tudod, hogyha a Bibliád egész héten kinyitatlanul fekszik, és csak szombaton nyitod ki, akkor nem remeged Istennek az igéjét. Hogyha itt elkalandozik össze-vissza a gondolatod, akkor nem remeged Isten igéjét. Hogyha úgy csinálsz, hogy mintha Bibliát néznél közben, össze-vissza nézegetsz Facebookot a prédikáció közben, akkor nem tiszteled Istennek az igéjét. Amen? Úgy kell Isten igéhez fordulni, hogy meghajtod a szívedet, mert ő szólni akar. És itt kezdődik az Isten félő élet, amikor tekintét adsz az Isten beszédének. Tudod, hogy mi ez, hogy Istennek a szava. És lágy szívvel jössz az Úrhoz. És népemmé lesznek nekem, én pedig nékik Istenük leszek. És adok nekik egy szívet és egy utat, egy istentiszteleti módot is adok. Nem csak egy új szívet adok nektek, hanem egy istentiszteleti módot, egy irányultságot, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk nékik és az ő fiaiknak, ő utánuk. És örökkévaló szövetséget kötök velük, hogy nem fordulok el tőlük, és a velük való jó téteménytől, és nézd,
az én félelmemet adom az ő szívükbe, hogy el ne távozzanak tőlem, dicsőség az Úrnak. Előre tudás az. És örvendezek bennük, ha jót cselekedhetem velük. És biztosan beplántálhatom őket a földbe, teljes szívvel és teljes lélekkel. Az Úr odaadta minden újjászületett számára ezt az új szívet, és beletette egy utat, és beletette még az Isten félelemnek a szellemét is, hogy te az ő utain járjál. És egészen addig, amíg te nem állsz ellene Istennek, az ő akaratának, annak az isteni erőnek, amit az újjászületés okoz, egészen addig nem fogsz kiesni soha az ő jelenlétéből. Mert ő végig kíséri az utadat. Azt mondta, ott az Isten félelem a szívedbe, belétettem, adtam egy utat, és ezzel az úton fogsz végigjárni, hogyha komolyan tisztelsz engem, és szeretsz engem. Csodálatos, nem? Micsoda bizalom az atyától is felénk, hogy gondoskodik rólunk, és vigyázz a mi futásunkra itt a földön. Fantasztikus az ige. Az újjászületés egy természetfeletti valóság, és az Istennek a félelme is egy természetfeletti valóság. Nem lehet megtanulni emberi módon. Nem lehet a pokol való fenyegetéssel megtanulni az Istennek a félelmét. Hanem ez egy olyan természetfeletti valóság az újjászületettek számára, ami ha bekerül a szívbe, jön az áldás. Egész élete során a gyermekeire is ki fog áradni Istennek az áldása. Amen. Ezt mondja itt az ige. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Gyertek a első ígére tulajdonképpen a példabeszéd 2-höz. De jó. Fiam, ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat, elrejted magadnál. Ha figyelmeztetvén a bölcsességre, a te füledet, hajtod a te elmédet az értelemre. Igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled. Ha keresed azt, mint az ezüstöt, mint a kincseket, kutatod azt, akkor... De csak is akkor megérted az Úrnak a félelmét. És az Istennek ismeretére jutsz. Ez az igéhez való helyes Istenfélő viszony. Hallgatod az igét, elrejted a szívedben az igét, otthon is, mikor imádkozol, kinyitod az igét tisztelettel, meghajolsz az Úr előtt. Uram, én most kereslek téged, bölcsességért kiáltok, értelemért fölemelem az én szómat, hogy te szóljál, mert meg akarlak ismerni, közelebb akarok hozzád kerülni. Úgy kell keresned az Istennek a félelmét, mint az ezüstöt, mint az aranyat. Ne mondd nekem, hogy nem ismered Istent, és nem kapsz kijelentéseket, rémákat, üzeneteket hosszú idő óta. Nagyon egyszerű, azt mondom, nem keresed őt úgy, ahogy kell. Nem keresed úgy, mint az ezüstöt. Nem keresed úgy, mint az aranyat. Neked... Nem a szíved közepe az, hogy az Istennek a bölcsességére eljuss, az Isten értelmére. Ezt nekem is mondom magamnak, és csak könnyebb így beszélni. Mindig megítél az ige, amikor én olvasom. Higgyétek el, hogy ezerszer átimádkozom az igét. Csak így könnyebb beszélni. Én azt gondolom, hogy nyilván ránk is vonatkozik ez az ige, és rám is, és mindenkire vonatkozik. És nézd meg! Ha megérted az Úrnak a félelmét, az Istennek ismeretére is jutsz. Ugye, ahogy az Ézsaiásban olvastuk előző hetekben, hogy az Úr ismeretének és a félelmének a szelleme egy kettő szellem. Ha féled az Urat, őszintén, és ugye erről szól a sorozat, akkor te az Istennek az ismeretére jutsz. Fokozatai vannak az Isten félelemnek. Amikor megtértél Jézus Krisztushoz, és utána telnek az évek, hetek, hónapok, növekhetsz az Isten jelenlétében, növekedsz az Istennek a félelmében, azzal arányban, hogy mennyi ismereted van róla, hogy mennyi kinyilatkoztatásod van róla, hogy mennyi bölcsességet szedsz az igéből, és növekedsz. Az Istennek a félelme stagnálhat is, hogyha a szívedben stagnálsz az Úr felé. Vissza is süllyedhetsz,
ha nem tiszteled az Istennek az igéjét, és Istennek a jelenlétét úgy, ahogy kell. És növekedhetsz is. És nem ugyanazok a szellemi szintek. Jézus is növekedett az Isten félelmében. Elhívta őt az Atya, elküldte a földre, beteljesedett Szent Szellemmel, vízkeresztsége volt, és elindult az életébe az Isten tiszteleti forma, hogy valóban ő is Istenfélő-e a végsőkig. Ugye, ahogy múlt héten emlékeztek, vagy két hete beszéltem, ugye Ábrahámról beszéltem, a tesztről. Hogy elérkezett az életébe az Istenfélelemnek az a tesztje, amikor az Úr már azt mondta, hogy most már tudom, hogy Istenfélő vagy. Most már egészen biztos vagyok benne. Jézus a pusztában kezdte a csatáját. 40 napig az ördöggel. Átment azon a teszten. Győzött az ördög felett, a kísértések felett. Ez volt az ő első tesztje. Aztán volt olyan tesztje, amikor királlyá akarták tenni. Ott is győzött. Volt olyan tesztje, amikor a Getsemáné kertbe kellett az Isten akaratát megértenie. Az már egy komoly teszt volt, talán az életének a legnagyobb tesztje. És végül az utolsó, amikor fölment a keresztre. És így végig teljesítette Istennek az akaratát. És higgyétek el, hogy a mi életünkben is teszteléseken megyünk keresztül, ha le tudsz csendesedni, és figyelsz az életedre, figyelsz az Úrra, a hétköznapjaidra, a hónapokra, az évekre, meg kell találnod a tesztjeidet, hogy azon vajon átmentél-e. Vagy pedig ugyanúgy forogsz a Szeír hegye között, és nem érted meg, hogy nem tudsz jutni az egyik helyről a másikra, szellemi szinten, mert még mindig nem tudtál átmenni azon a teszten. És az összes tesztben van szenvedés. Ahogy Jézusnál a zsidó 5-ben oda megyünk, eszembe jutott ez az ige. Zsidó 5. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az Isten félelméért. De jó hír, ugye? Az Isten félőket meghallgatja az Úr. Egészen biztosan. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Vajon mi megtanuljuk-e az engedelmességet a szenvedéseinkből? Vagy makacsok vagyunk, konokok, és ugyanúgy megyünk bele ugyanazokba a hibákba évtizedek óta. Ehhez kell alázat, és kell egy olyan megállás, hogy megállsz, és akkor figyeled az életedet, és nézed a te tesztjeidet, és fölismered, hogy Isten mit szeretne, vagy hol buktál el. Mert ő bátorít, ő tovább akar vezetni, és minden tesztben azt szeretné, hogy az Isten félelem által bizalom jönne az életünkbe, hogy bíznánk benne, hogy ő velünk van ezekben a próbákban. Ő ki akarja építeni a bizalmat? Azt mondja az ige a példabeszédekben, hogy az Isten félelmében erős a bizalom. És a tesztek alatt a bizalmunkat is teszteli az Úr. Az Isten félelmünket és a bizalmunkat teszteli, hogy milyen a bizalom szintünk az Úrnál. Péter is átment ezen a bizalom valóságon, bizalomválságon, ha lehet ilyet mondani, amikor Jézus a tengerrel járt, ugye, és akkor egyszer csak a háborgó tenger, hát Jézus okosan csinálta, elment magányosan imádkozni, átküldte a tanítványokat, menjetek át a túlsó partra, amíg én imádkozom, és akkor bevitte őket a tesztbe. Előre tudta, hogy mi fog történni. Ki imádkozta ott, az Atya szólt hozzám, na most szólj Péternek, hogy vajon képes-e a vízen járni. Kísértetnek vélik. Kiabálnak, jaj, veszékelnek, és akkor félnek. Szerintem mi is féltünk volna. Ezt nem azért mondom. És azt mondja nekik az Úr. Hát bízzatok, ne féljetek. Bízzatok, ne féljetek. És akkor Péter, oké, ha te vagy az, akkor szólj, hogy menjek a vizen. Járjak, menjek te hozzád. Ha te vagy az. Mit jelent ez a kicsi mondat? Ha te vagy az. Ismerte valamilyen szinten már Jézust. Ha tényleg te vagy, te ismered őt? Én ismerem őt. Ha tényleg te vagy, aki szólsz hozzám, és ismerem őt, akkor én megyek. És emiatt a bizalom miatt tudott járni egy darabig a vízen.
Mert tudta, hogy ki mondta neki. Ki mondta a kijelentést, ki mondta az új utat számára, amit meg kell csinálnia, ki mondta neki, hogy hitből lépjen ki. A te vagy az? És akkor az Úr azt mondta, én vagyok. Na és ezt kell meghallanunk a tesztelésekben, a próbák alatt, amikor nehézségbe vagy, hogy vajon az Úr visz bele ebbe a helyzetbe. Kérdezd meg, te vagy Uram? Ha te vagy, akkor megyek? Ha te vagy, akkor megyek? Bárhová, új utakra is. Halleluja. Ah, kicsit elkalandoztam, de nem baj, mert ez a jó, nem? Ha már a bizalomnál tartunk, mutatok valamit, jó? A Webster szótár, 1828-as. Direkt megnéztem, mert hallottam, hogy ez egy jó szótár, ugye megnézem, hogy megvan-e. Itt van. Halleluja, így van. Az Úr félelmében erős bizalom van, és a gyermekeinek menedéke van. Amíg az Úr félelmében járunk, testvérek, bátorságban lehetünk. Nem bizodalmad neked az Isten félelmed, mondja Jobbnak. Érted? Hát csak meg kell bíznunk benne, ha te Isten félő módon élsz. Hát ő veled lesz. Ő megígérte, az Isten félőkkel van. Neked bizodalomnak kell lennie az Isten félelmednek, az alázatos életednek. Az Úr velem lesz mindenben. Nem retteghetsz, nem félhetsz. Ó, dicsőség az Úrnak. Az Úr adja, hogy naponta szegezzük a tekintetőket rá, hogy folyamatosan tudjunk benne bízni. Azt mondja, a Webster 1828-as lexikon így határozza meg a bizalmat. Bizonyosság, mély megnyugvás valaki más becsületességében, igazmondásában, igazságosságában, barátságában, vagy más szilárd alapelvében. Még egyszer, jó? Bizonyosság, mély megnyugvás valaki más becsületességében, igazmondásában, igazságosságában, barátságában, vagy más szilárd alapelvében. Amen. Letesztel az Úr. Jobbot is letesztelte. Ábrahámot letesztelte. Téged is, és engem is letesztel. És már sok teszten mentünk keresztül. De a teszt nem használ semmit. Amen. A dicsőség az Úrnak. Szóval, hogy járunk a szellem iskolájában, megtanuljuk a szenvedéseinkből az engedelmességet. Hogyha nem érted, hogy miért szenvedsz, azért, hogy megtanuld az engedelmességet. Hogy közelebb kerülj az Úrhoz. Azért szenvedsz, lehetséges most. Lehet, hogy vannak itt olyanok, hogy akik a neten hallgatnak, hogy azért szenvednek, hogy megtanulja az engedelmességet. És ez jó lesz neki. Dicsőség az Úrnak. Megnézem a jegyzetemet, miről is akartam beszélni. Ja igen, eljutottunk oda, hogy gyertek a 2 Timóteus 3-hoz. Erről picit beszéltem. Két héttel ezelőtt tudtam, hogy rövidebb lesz az időm, ezért hoztam újból. 2 Timóteus 3. Azt hiszem, van már más fordításom is, de nem vagyok benne biztos. 2 Timóteus 3. Tehát azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletetlenek, kegyetlenek, jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak inkább a gyönyörnek, tehát inkább az élvezeteknek, mint Istennek a szeretői. És figyelj, kiknél megvan a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak erejét. Megvan a látszat, tehát ezzel azt tudom mondani, hogy az Isten félelmet lehet hamisítani. Be tudjuk csapni magunkat, be tudjuk csapni a társainkat, a környezetünket az Isten félő életmóddal. De nézd meg, megtagadják annak az erejét. Döbbenet. Az erő itt, megnéztem, de mondjuk régebben is tudtam, de nektek elmondom, a dünamis, ez egy természet feletti erő, egy hatalom. Ez valamivel való képesség, természet feletti erőről van szó, hogyha megnézed az eredeti szövegben. Erő megnyilvánulás. Tehát mit jelent ez? Hogy istenfélőnek mondják magukat, vagy annak akarnak látszani, de megtagadják az Isten természetfeletti erejét arra, hogy megváltozzanak. Nem hisznek Isten természetfeletti erejében, vagy nem akarják azt az erőt, mert ők a gyönyörnek, az élvezeteknek akarnak élni. Vagy nem hiszik el, hogy képesek egy természetfeletti erő által, az újjászületés és az Isten félelem által, ami beletett Isten mindenkinek a szívébe, a kereszténynek a szívébe, vagy nem akarják elhinni, vagy egyszerűen arról van szó, hogy ahogy mondja
Timóteusnak, Pál, hogy inkább az élvezeteknek, mint az Istennek a szeretői. És ilyenkor nem lesz sose változás. És azt gondolom, hogy ez a korszellem van már nagyon régóta az egyházban, és Isten keresi az Isten félő embereket. Lenéz az atya, van-e értelmes Isten kereső ember? Tudjátok, ha minél több Isten félő lenne az egyházban, a gyülekezetekben, akkor Isten király uralma eljönne, Isten hatalma, Isten dicsősége leszállna egyre jobban, ha tele lenne Isten félőkkel az egyház, a gyülekezet. A szolgálók minél inkább beteljesednének Szent Szellemmel. Csak közelebb kerülnénk az Úr jelenlétéhez, nem? És ez a korszellem számomra azt is jelenti, hogy valószínűleg az ilyen típusú keresztények azt mondják, hogy minek az Isten félelem? Miért van szükségünk erre? Mi haszna ennek? Ahogy mondja Malakiás könyvében a profécia, hiszen profécia, azt mondja az Úr, hogy keményen szóltatok ellenem. Na vajon mi a kemény az Úrnak? Tudjátok, mit mond utána? Azt mondja, keményeztok. Az Úr ezt mondja neki. Visszaszólnak. Most se tudják, hogy miről van szó. Nem is látják szívük állapotát. Miért beszélünk mi rólad keményen? Vagy miért szólunk neked keményen? Azért, mert azt mondjátok, hogy hiába való az Istennek a szolgálata, hogy az én törvényeimben jártok. Hogy alázatosan, istenfélően éltek. Ez hiába való számotokra. Mert most is egy olyan korszak van, hogy nem sokat tanítanak az Istennek a félelméről. Ez nem mese. Pál azt mondja, ezt a proféciát kapta, hiszem, a Szent Szellemtől, hogy vigyázz, mert lesz egy idő, amikor az istenfélelem látszata lesz. És emlékeztek, erről beszéltem 2 héttel ezelőtt, erre tettem a hangsúlyt, hogy vajon igaz istenfélő emberek vagyunk, vagy betanított parancsolatok képmutatásból keressük az Urat. Tehát valódi-e az istenfélő életmódunk? Mert látszatról van itt szó. Majd, hogy a szemed megnyugodjon itt. És a Malakiás 3-ban nagyon érdekes utána, amikor így perelnek, emlékeztek, mit mondott az Úr? Biztos ismeritek. És azt mondja az igaz, hogy akkor elkezdtek tanakodni az Istennek a félői, az Isten tisztelői. És egy emlékkönyv, és azt mondja, hogy az Úr figyelt, hallgatott. Fantasztikus. Most is itt van az Úr, és az Isten félőkre figyel. Hallgatja a beszédeidet, a gondolataidat. Mit gondolsz az Isten félő életről? És az Úr figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iratott azoknak, akik félik az ő nevét. Egy emlékkönyv. És utána mit mondott? Emlékeztek, hogy utána, ha megtértek, tudni fogjátok, mi a különbség. Aki engem szolgál, és aki nem. A gonosz és az igaz között szétválasztja az Isten félelem, az Istennek az igaz szolgáit. És Isten azt szeretné, hogy mindannyian az emlékkönyvbe belekerüljünk, és hiszem, hogy benne vagyunk. Benned van a szívedbe az Isten félelemnek a szelleme. Dicsőség az Úrnak. Szóval megvan a kegyesség, az Isten félelem, ugye Eusébia látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld. És a kicsit lejjebb mész, de te, Timóteus, ne őket kövesd. Te, Timóteus, engem kövess. Az életmódomat kövesd. Kövesd a üldöztetésemet is. Miért? Mert az Isten félelem miatt üldöznek. És azt mondja, hogy 12-es vers. De mindazok, akik kegyesen akarnak élni a felkent Jézusban, üldöztetni fognak. Jó hír? Hát nem annyira. De az Isten félelmed az utolsó időszakban bizony szétválaszt. Nagyon komoly üzenet. Tudom, hogy komoly üzenet. De azt mondja, akik a felkent Jézusban akarnak élni, Krisztus Jézusban üldöztetni fognak. Nem biztos, hogy gépfegyverrel, hanem szellemi módon, mert te megvallod a hitedet Krisztusban, és egyre közelebb az az idő, amikor neked meg kell vallani, miben hiszel. És azt kell mondani, hogy nem, én ebben nem vagyok benne. No kompromisszum. Én ezt fogom követni, mert ez van az én szellemembe. Ezt mondja az Istennek az igéje,
Azért, mert én, ahogy Dániel, eltökéltem a szívemben, hogy nem fertőztetem meg magamat. A király borával, ételével. Ez kell az Isten félő élethez. Eltökéled a szívedben, hogy nem fogsz kiesni soha az Isten félelemből. Hidd el, van neked hatalmad erre. Ha az Úr azt mondja, hogy szeresd őt teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, vajon te irányíthatod a szeretetedet? Ha ő egy ilyet kér, szerintetek? Ámen. Irányíthatod a szeretetedet. A szeretet nem csak egy érzés, hanem egy akarat. Benne van az akarásnak a készsége. Bizony irányíthatod a szeretetedet. És Isten fia nem mond olyat nekünk, amit nem tudunk megtenni. Ha ő azt mondja, hogy tudjuk őt szeretni teljes szívből, teljes lélekből, minden erőből, akkor ez így van. Ha, dicsőség az Úrnak. Elszámoltatható vagyok a szeretetemmel. Elszámoltatható vagy. Bizony. Szóval a gonosz emberek pedig is az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltéveítvén és eltévejedvén. Két út. A tévelgésnek az útja, és az Isten félelemnek az útja. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád bízattak, tudván kitől tanultad. Te maradj meg ezen az úton, bármi is történik. Dániel korszakában most ugye látjuk ezt a mostani fiatalságot, és most eszembe jut hirtelen, aztán kicsit nem is említettem két hete. Nabukodonozor idejében éltek. Ez az ige, hogy is mondja, hogy királyi magból való, előkelő ifjakat választ ki, Aspenáz annak mondja, te királyi magból vagy. Előkelő, előkelő vagy. És fel akarta készíteni őket király elé, és naponta ott volt a bor, az étel, 3 évig. A legfinomabb ételek ott voltak. A legfinomabbak föl voltak készítve Dániel számára. És azt mondta, hogy én eltökéltem. Azt mondja, eltökéltem a szívem, mert nem fogom megfertőztetni magamat. Azzal, aminek semmi köze Istenhez. És ez a mostani generáció a toleranciáról szól. Már minden tolerál a mostani fiatalság. Vegyétek észre, hogy ez más generáció. Ez a mostani generáció, most keresztényekről beszélek, tulajdonképpen megtapasztalták az erőt, de mégse változtak át. Tisztelet a kivételnek. Nem történt meg az átváltozás, az átformálódás. Miért? Mert meggyőződésem szerint nem hirdették az Isten félelmét nekik. Az abszolút igazságot. Nem hirdették nekik azt, hogy az Úrnak a félelme a gonosznak a gyűlölése. Nagyon erős ez a korszellem, ez a toleráns, liberális, nem tudom micsoda, már nem is tudom megnevezni, de ez egy szellem, ami jön. Dánieléket letesztelte Isten. Emlékeztek? Csak, ha megnézed azt a kemencés sztorit, ott volt a bálvány. Igen. Hát ez egy bődületes ember volt. Tehát ez egy... De remélem értitek, miről beszélek. Tehát az antikrisztusi időszakról beszélek. Ugye remélem értitek. Az egy előkép, hogy oda akart, fölállította azt az arany szobrot magáról, azt a képet, és elrendelte, már pedig engem imádni fogtok. És persze Dániel és a barátai nem imádták őt. Kiakadt teljesen. Na milyen istenetek van nektek? Hát nem akartok az én istenem előtt leborulni, az én képem előtt? És azt mondják neki, király, nem szükség nekünk bármit is mondani. Mert van nekünk istenünk, aki bennünket kiszabadít a kemencéből. És ha nem is tenné, akkor se foglak szolgálni. Ez az Isten félelem. És ez a bizalom, hogyha meghalnánk a kemencébe, jó van így. Fú, testvérek, ez már egy magas szint. Azért, mert bízunk benne, és ő nagyon jól tudja, hogy örök jutalma messz fönn a mennyben. Akkor se fogom szolgálni. Akkor se fogok leborulni. Így van? És ti se fogtok leborulni. Én se fogok leborulni, mert eltökéltem a szívemben, hogy szent maradok. Persze az ő kegyelme által, az ő segítsége által. Szentségben fogok maradni. Eltökéltem, és ezt akarom. És így lesz. Amen. Halleluja. Gyertek az 1 Timóteus 3-hoz. Itt a beszél az Isten félelemnek ugye a látszatáról. És akkor gyertek az 1 Timóteushoz. Hogy nem, ott is rászáll a Szent Szellem hirtelen.
1 Timóteus 4. Múlt héten elhangzott a 3.16. Azt majd később olvasom fel, most ezt szeretném olvasni, figyeljetek. Miután, de azért lelőv a poént, miután arról beszél, hogy mi a Istenfélelem titka, ott Istenfélelem látszata volt, emlékeztek? Itt azt mondja, az Istenfélelemnek a titka. És egyszer csak hirtelen, hogy nem miközben írja Timóteusnak a levelét, hirtelen a Szent Szellem rászáll. A szellem kifejezetten mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmeznek. Kifejezetten mondja, hogy a késő időkben némelyek elpártolnak majd a hittől, téveitő szellemekre és ördögök tanításaira fognak figyelni, hazug, saját lelki ismeretükben kiégett emberek képmutatásával. Ez döbbenet. Tehát sokan elszakadnak, nézd az igét. Elpártolnak a hittől. Tehát valóban valaha hitben voltak, mert aki el tud pártolni, ugye az hitben volt. Most ezt a két üzenetet összeteszed a 2 Timóteus és az 1 Timóteusnak az üzenetét, nézem én is, látható, hogy emögött az Istenfélelem nélküli életmód mögött téveitő szellemek, hazug ördögi tanítások vannak, amik tanítják a világot, és tanítani akarják az egyházat, a gyülekezetet. Képmutatás, ugye, kiégett lelkiismeret, ezeket mondja. Úgy látszik tényleg a szellemi ismeret, tehát a képmutatás fog szerepet játszani. Halleluja! Komoly az ige. És fölötte megint csak az Istenfélelemről beszél, hogy minden versengés nélkül nagy, az Istenfélelemnek a titka, Isten megjelent testben, megigazodott a szellemben, megláthatott az angyaloktól, hirdetetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett a dicsőségbe. Tehát hústestben jelent meg a fiú, dicsőség az Úrnak. Igazságban megigazult. Nem a világ előtt, nem emberek előtt, az Atya előtt is megigazult. Megigazolást nyert szellemben. Mit mond itt az ég? Gondolkodom most is, most együtt bibliázunk egyébként. Aki nem fogadja el, hogy Isten az ő fiában emberré lett, hozzánk hasonlóvá, azért, hogy megváltson a bűnből, az nem tud elindulni az Istenfélő úton. Tehát azt mondja, ez a titok. Jézus Krisztus megbizonyítatott Isten fiának, és megigazult. Tehát a földön szolgálatot teljesítő Jézus Krisztus az Atya előtt teljesen kigazolt. Minden cselekedete tökéletes volt. Ha ez nem történt volna meg, akkor mi nem élhetnénk egy kegyes Isten félő életet. Ezt mondja, hogy ez a titok, hogy mindig erre néz Krisztusra. Hogy ez a gyümölcs, ez a fantasztikus áldás, ez is egy Isten félelem, hogy miatta lehetek én Isten félelemben. Csodálatos az Úr. Halleluja! Halleluja! Dicsőség az Úrnak. Halleluja! Gondolkodom, miről beszéljek. Hú, nehéz is most már ugrálok. Talán arról, hogy honnan ered az Isten félelem. Honnan ered tulajdonképpen? Azon kívül, hogy az Úr beléteszi a szívünkbe az Istennek a félelmét, hogy hogyan alakul ki a szívből egy mélyebb Isten félelem. És tényleg nem arról szól az egész, hogy a pokolról fenyegetjük az embereket, meg az Úr sem fenyegetett bennünket a pokollal. Megvan a helye, összefüggésségben kell látni a pokolról az prédikációkat is. Kell róla beszélni, de nem lehet hangsúly, hogy a pokolról beszélünk az embereknek. Mert az embereket nem lehet az Úrhoz vinni a pokolra való fenyegetéssel. Az nem az a természet feletti félelem lesz. Az rettegés lesz. Az Isten félelem sose büntetéssel fenyeget. Most, értitek, egy természet feletti erő az Istennek a félelme. És nem fognak átváltozni. Főleg a világban jövő emberek, akiket látunk. Teológusok azt mondják, régi teológusok is, hogy az Isten ítéletétől való félelem miatt nem akarják az emberek az Urat. Félnek az ítélettől. Hát így hogy? Ha ítélettől rettegnek, és egy komoly bíró Istentől tartanak, hogy akarnának ők közelebb kerülni az Istenhez? Le kell rombolnia ezt az Atyának. És mi által rombolja le? A Szent Szellem által és az evangélium által. Azért küldte az evangéliumot, ezt a csodálatos jó hírt,
És a Szent Szellem kijelentésed, hogy ezáltal levegye az emberekről az ítélettől való félelmet, hogy közelebb tudjanak kerülni az Istenhez. Nem fog vágyódni az Isten felé. Döbbenet, tehát megpróbáljuk őket ezáltal is ellensúlyozni, de ne ezzel, hanem csak összefüggésében, picit esetleg beszélhetsz az ítéletről. Természetesen kell beszélni, nagyon-nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy az Istenfélelemnek a látszata sajnos azért is megült az egyházon, mert nem beszéltek erről az oldalról. Tehát nem lehet túlhangsúlyozni, én meggyőződésem az, és most már kimerem mondani a szeretetről szóló üzeneteket. Én azt gondolom, hogy ez nem teljes. Amikor világi, hitetlen embereknek csak az Isten szeretetéről beszélsz. Valahogy minden áron meg akarod fogni őt. Nem fognak átváltozni. Nem lesz Istenfél életük, ha azt mondod, hogy gyere az Úrhoz, mert ő feltétel nélkül szeret. Ezt is meg kell vizsgálni, ezt a mondatot. Mit is jelent, hogy feltétel nélkül szeret szerintem? Amikor jössz hozzá bűnösen, mocskosan, szennyesen, fájdalmakat, fogad téged örömmel, szeretettel, de nem akarja, hogy abban az állapotban maradjál. Én azt gondolom, hogy vissza kell térni az olyan evangelizációkhoz, ahol a bűnbánatról is beszélsz. Sőt, ki fogod mondani az ítéletet is. Hogy van ítélet. Mert értsétek meg, hogy Isten felhasználja ezt arra, hogy Isten félő életet éljenek. De nem fenyegetéssel fogod ezt tenni, hanem el kell mondanod ezt újból. Ő, Isten, a szeretetnek az Istene. De nem csak a szeretetnek az Istene. A személyiségének, én úgy látom, a csúcspontja a szentsége. Hogy az Isten félelmet meg akarod tapasztalni. És fenyegetéssel nem fog menni, de alkalmaznod kell bölcsességgel ezekről az üzenetekről is, hogy beszéljél. Ez olyan dolog, hogy egy kecskecsordába, hogy a belelősz petárdákkal, lehet, hogy oda fog futni a juhnyájhoz, de soha az életben nem lesz juh. Tehát az akkor is kecske marad. Nem fog átváltozni, és nekünk a célunk az, hogy átváltozzunk, hogy mindannyian, akik az Úrhoz jönnek, azok átváltozzanak. Meg kell vizsgálni az evangéliumot is, hogy milyen evangéliumot hirdettünk, nem mi esetleg, vagy az egyház, hogy olyan evangéliumot hirdettünk, hogy megengedtük az embereknek, a fiataloknak, hogy csak az Istenfélelem látszata legyen az életükbe, vagy nem. Mi részünk ebben? Ha megnézed az abcselt, és most szerintem meg fogtok döbbenni, mert én megdöbbent, soha az életben nem vettem észre. Sehol nem szerepel a szeretet szó az abcselben. Semmilyen evangelizálási stílusban Péter, Pál soha nem hívta az embereket szeretet által. Nem mondta, hogy gyertek, mert szeretiteket az atya. Higgyétek el, keressétek meg, megdöbbentem. Beírtam, hogy agapé, nem tudom már, hogy írtam. Nincs benne. Miért? Mert nem hangsúlyozták túl a szeretetet a prédikációjukba. Hanem egyensúlyban beszéltek a kegyelemről, az ítéletről, arról, hogy mitől menekültek meg. Hogyha az embereknek nem beszélünk arról, hogy miből menekültek meg, hát akkor hogy félnék az Istent? Ha nem beszélünk a gonoszságról, a mocsokról, a szennyről, miből váltott meg az atya bennünket a fiú által, hogy jutnának Isten félelemre? Az Isten félelem valami fantasztikus dolog, valami titokzatos dolog, hogy a bukott teremtmény. Ez csak a bukott teremtmény egyszerűen ott van a szent előtt. És ez csak megérzi az ő jelenlétét, és tudja, hogy van Isten. Mert az ember az bukott. Elbukott. Tudni kell nekik erről. Hogy miből állunk helyre. Beszél a Biblia nagyon sokat a bukásról, a bűn hatalmáról. Miért beszélek erről? Azért, mert ennek az Úrnak a félelme a gonosznak gyűlölése. Olyan hányszor hallasz erről prédikációt manapság? A gonosz gyűlöléséről, a hamisságról.
Hol hallasz erről prédikációt? Hát hogy változnak át? Nem csak a kegyelem, nem csak a szeretet által. Nem tagadhatjuk le a bűn hatalmát, a bűn erejét. A mostani egyházban sem, ebben a korszellemben nem tagadhatjuk le, hogy mit okoz. Szokták mondani, és ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy Isten gyűli a bűn, de szereti a bűnöst. Hát hogy van ez? Tehát ezen is gondolkodni kell. Érted? Meg ezen a feltétel nélküli szereteten. Hát ide figyeljetek! Ha szereti teljesen a bűnöst, akkor miért kerülnek a pokolba? Nem egyszerű. Nem nagyon, nem egyáltalán nem egyszerű ez a kérdés. Mert nem a bűnök kerülnek a pokolba, a gonoszság, hanem emberek fognak ott lenni a pokolba. Akik Isten jelenlétében nem jöttek, akik visszautasították a kegyelmet. Ó, dicsőség az Úrnak. Hú. Halleluja. Honnan ered az igazi Isten félelem? Mi kell még hozzá a szereteten kívül, meg a bizalmon kívül, amit prédikálunk helyesen az embereknek? Saját bűnösségünk tudatából és Isten jelenlétének az érzéséből származik, ezt írtam föl. Kell ez, higgyétek el, kell, hogy tudd azt, a bűnbe vagy, akkor megrontja az Istennel való kapcsolatodat a bűn. Erről már nem beszélnek. Tudjátok, mit mondanak? Hosszú évekkel ezelőtt volt egy korszak, ahol azt kezdték prédikálni, és föl is teszem a kérdést, mert nem tudom teljesen a választ, de azért mégis akarom, hogy a bűn nem választ el bennünket Istentől. Emlékeztek erre a korszakra? Nem tudom, én emlékszem határozottan, hogy ezt kezdték prédikálni, hogy ez ószövetség. Mert ugye ott azt mondja, hogy a ti bűneitek, a ti vétkeitek választanak el titeket az Istentől, meg hogy nem könyörült rajtatok, vannak ilyen igék. Ha mindig ezt fogod prédikálni, nem fognak megszentelődni az emberek, mert akkor jönnek a bűneikkel, és nem változnak meg. Értitek? Én azt gondolom, ha nem mondjuk ki ezt, mert annyira rettegünk ettől, nem, hát új szövetségben nem, semmi se választ el Isten szeretetétől, tehát vannak azok az igék is, tudjátok, de össze tudom ezeket az igéket. De mondjuk ki, hogy megromlik a kapcsolat ilyenkor. Mondjuk ki azt, hogy helyreállásra van szükség a bűnök után. És az Úr visszafogad, hát nem arról van szó. Tehát ő azt mondja, hogy gyertek hozzám, de bűnbánó szívvel. Hát visszafogad az Úr mindenkit, hát ő kegyelmes, de rajtunk függ ez egész. Tulajdonképpen nem ő az, aki nem akarna visszafogadni, hanem mi rejtőzünk el, mi futunk el, úgy, ahogy Ádám és Éva a bűn után. Elrejtőzik az ember. Miért? És miért van ez? Tehát azért nem egyszerű kérdések ezek, mert a bűnnek a hatására bármilyen bűnbe benne vagy. Akár komolyabb bűnökről beszéljünk, vagy nem ti, mert tudom, hogy szentségben vagytok. Hanem roncsolja az emberi lelket a bűn. Roncsolja a szívet, a szellemet. Nem megy az embernek ez a helyreállás azonnal. Tehát mégiscsak azt fogja érezni, hogy el van választva Istennek a mélyebb jelenlététől, kenetéről, amire vágyik. Tehát nem egyszerű kérdés ez. És ez a látszat kereszténység oka szerintem ez, hogy nincsen helyén kezelve a kegyelem és az igazságosság, a bűn, a szentségnek a kérdése. Én meggyőződésem ez. Ezért van ez a túlzott tolerancia, amit látunk a paráznossággal kapcsolatban, gyülekezetekben, egyházban. Mindenfajta bűn, most nem sorolom el, mert lehet, hogy a neten majd letiltanak. Szoktak ilyet csinálni, sajnos. Úgyhogy vigyázni kell, hogy mondod ki azt, amit nem kéne kimondani, de ki kéne mondani, de mégsem mondod ki. Ez is nem? Na mindegy. Nem akarok erre, ezt tudjátok, miről beszélek. Nem mondhatod ki. Micsoda kontroll? Te, mint keresztény. Nem mondhatod ki. Mondok valamit. Valamelyik nap eszembe jutott egy sztori. A semmiből. Volt egy pár 2017-ben, amerikai pár volt, aki eldöntötték, hogy kivesznek egy éves szabadságot, és biciklivel
körüljárják a világot. Nem emlékeztek erre a sztorira? Lehet, hogy akkor nem hallottátok. Amerikai pár, 30 év körüli fiatal volt. És végigmennek Európán, mit tudom én, Afrikán, Ázsián. És Közép-Ázsiába értek, tadzsik-afgán határnál, és van egy videófelvétel is erről, ahol szörnyű, mennek a biciklivel, és föl van véve, mondom, amatőr felvételet, meg is keresett a neten, biztos rajta van még, ahol egyszerűen egy, ugye látszik, hogy nyugatiak, tehát úgy voltak felöltözve, egyértelmű volt, hogy nyugati emberek voltak, nyugatra jöttek, hogy a kocsi, egy kocsi megfordul, és nekik a ellenkező irányba, tehát szembe elüti őket. És meghaltak. Ők is, és még valami holland, meg valami talán német biciklista is. És amiért elmondom ezt a sztorit, mert megkerestem a neten, és hoztam nektek valamit, hogy mit gondolt ez a fiatal ember. Szóval ez valami irónia, de borzasztó. Figyeljetek. És ez egy... Hú, félem az urat. Tehát ők, ez a pár, ez teljesen hajmeresztő. Lelkes képviselői voltak a liberális gondolkodásnak, amely a bűn és a gonosz fogalmát keresztény világnézet tévedésének tekintették. Ők azt mondták, hogy ez nem helyes, hogy a bűnt abszolutizáljuk meg, hogy van gonoszság. Olyan liberális képzetű gondolkodásuk volt a bűnről, és mindjárt mutatom, hogy mit írt, mert kihoztam nektek, megkerestem a neten, tudjátok, alapos vagyok, csak utána megyek, amit... Tehát a lényeg az, hogy az út során többször bejelentkeztek Facebookon, vagy ilyen hírekben, és nézzetek meg, ez a fiú mit mond a halála előtt. Tehát ők úgy gondolják, hogy a bűn és a gonosz hangsúlyozását tartják a világ igazi problémájának, hogy ez a legnagyobb probléma. Azt mondta, hogy az emberek azt akarják nekünk beadni, hogy az emberek rosszak. A világ egy nagy veszélyes hely. Az emberek gonoszak. Az emberek baltás, gyilkosok, szörnyetegek, vagy még rosszabbak. És nem veszem ezt be, azt mondta a srác. A gonosz egy légből kapott fogalom, amit azért találtunk ki, hogy embertársaink mieinktől eltérő értékeinek, hiteinek és világlátásának komplexitásával tudjunk kezdeni valamit. Van persze azért rosszaság, de az nagyon ritka. Néha saját érdekeinket keresünk, de ez nagyon ritka. Az emberek mindenki nagy lelkű. Csodálatosak és kedvesek. És erre magára vállalt az ISIS. Az ISIS ölte meg őket. Csupán azért, mert nyugatiak voltak, ahogy ott bicikliztek. És ez volt a véleménye a gonoszságról, hogy egy légből kapott fogalom az egész. Sincs ilyen. Nincs ilyen gonosz. Minden tolerálnunk kell. Tolerálnunk kell a bűnöket, tolerálnunk kell az emberek más gondolkodását, a más vallását, stb. Stb. És szegényiknek ez lett a veszte. Nem a bűn, hanem annak tagadása a veszélyes illúzió, ezt írtam magamnak föl, gondolkodtam valamelyik nap. Ez a liberális emberkép, amelybe ők szenvedtek, azt vallja, hogy az ember alapvetően jó. Nagyon jó. De tudjátok, hogy nekünk bibliai módon kell gondolkodnunk. Az ember nem jó. A bukott ember nem jó, romlott. Nézd meg a Róma 1-et, miről beszél. Mindnyájan elhajlottak. Isten haragja lett volna az embereken. Volt egy eredeti terve az Úrnak, természetesen fölemelte méltóságra. Tehát józanul látjuk a helyzetet. Emberi méltóságot, isteni erőt adott az embernek. Elhívta csodálatosan. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla. Fantasztikusan föl akarta emelni az embert a bűnbeesésig. Helyesen kell kezelni ezt az egészet. Tehát hogy tér meg valaki, most ezt a mondatot hoztam nektek, ezt azért mondtam el, hogy tér meg valaki teljes szívéből, ki tagadja a gonoszság létét? Hogy tud megtérni? Aki azt mondja, hogy nincs semmi baj, és Isten mindenkit feltétlenül szeret. Ez nem igei, tehát nem igei ez a látás. Ki kell mondanunk, nem igei. Mert akkor egy olyan toleráns emberek jönnek be az egyházba, akik azt mondják, hogy mindent szabad. Megmarad ez a látszat, kereszténység. Halleluja. Hú, dicsőség az Úrnak. Példabeszéd 8.13. Ide jöttök? De jó, van még időm.
Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Gyűlölöd a gonoszt? Teljes szívedből gyűlöd, vagy tolerálod? Amiről Isten azt mondja, hogy gyűlölni kell, azt nekünk gyűlölni kell. Amiről azt mondja, hogy utálni kell, azt nekünk utálni kell. Nincs mese, ez a szív hozzáállás. A kevésséget, a felfúvalkodást, önteltség egyébként fennhelyezést néztem, és a gonosz utat és az álnok száját gyűlölöm. Ha féled az Urat, valósággal gyűlölni fogod a gonoszt. Gyűlölni fogod, eszembe jutott a 119-es Zsoltár. Bocsánat, Tibi, ide jönnétek még? 119-es Zsoltár. Nézzétek majd, Zsoltárok 119-101. Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábamat, hogy megtartsam a te beszédedet. Nem távoztam el a te ítéletettől, mert te oktattál engem. Mi édes az én ínyemnek a te beszéded. Méznél édesebb az az én számnak. A te határozataitól leszek értelmes, gyűlölöm, ez a csúnya szó, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét. És ha látod ezt az igétet, a 103-ast, mi a titok? Az Isten igényének a szeretete. Hogyha úgy szereted velem együtt az igét, hogy olyan, mint a méz, annyira betelsz vele, annyira szereted, akkor gyűlölni fogod a gonoszságot. Higgyétek el, az ige szeretetének az arányával növekszik a gonoszságnak a gyűlölete. Hidd el nekem, hidd el. Ha az a bajod, hogy túlzott toleráns vagy. És mindenkit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon úgy ajnározol. Szeretsz, stb. Amikor tudod, hogy kéne korrigálni, akkor te nem szereted úgy az igét. Azzal arányával jön az Istennek a félelme, ahogy az ige betölti a szívedet. Tök honnan tudod, hogy nagyon-nagyon toleráns vagy? Hát mit tudom én, mondjuk, van egy bűnös ember, akit abszolút nem ismert, és igen, igen, az Úr majd őt megítéli, meg kell térnie, az bűn, de mi van akkor a kicsi unokahugod, épp ő esik paráznaságba, akit nagyon-nagyon szeretsz, olyan édibéri. Akkor mit mondasz, amikor a közelálló személy melletted nem él istenfélő módon, amikor a kedvenc kollégád, akit nagyon-nagyon szeretsz. Igaz, hogy házasságtörő már a harmadik házasságom, mondta, olyan aranyos, olyan jót tudunk inni a kocsmába együtt. Jó, hát most oké, jó, most ez van, ez a világ van. Érted? Mert nincs személyválogatás. Ha hitetlen, még az ember, kérdeted felé a kegyelmet, beszélsz neki az Úrról. De miért mondja ott, hogy akinek a hívőkre van ott szó a Timoteusban, hogy kerüld azokat, akik nem istenfélő módon élnek? Ezen gondolkodni kell, mert ma már nem kerülünk. Nem kerülünk senkit. Mindenkivel kapcsolatban vagyunk. Pedig még azt mondja az ige, hogyha valaki atyafi létére szidalmazó, rágalmazó, stb. És ne is egyetek. Ez mi ez az ige? Nagyon durva, nem? Kicsit másképp gondolkodunk erről. Manapság. Szóval, hol mondtam a Zsoltárok? 119 volt? Igen. 127-es vers. Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat. Igaznak tartom azért minden határozatodat, és a hamisságnak minden ösvényét gyűlölöm. Higgyétek el, ez döntés. Döntés. Ahogy a szeretet. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot, ezért kent fel Isten téged, a társaid fölé az öröm olajával. Szereted az igazságosságot, és gyűlölöd a törvénytiprást. Ezért rajtad lesz Isten kenete. Ha vannak itt most olyanok, akik tudják, hogy a személyiségükben probléma van ezen a területen, túlzottan toleránsak, nem látják át ezt a fajta igei látást, amit én most közlök, mert nem tudom, észrevesztek, egy csomó oldalról megerősítem, akkor nem jól olvastad eddig a Bibliádat. Vagy lehet, hogy nem is olvastad, vagy nem tudom, mást olvastál. 162-es vers. Ugyanígy 119 és a 162-es. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyerességet talált. A hamisságot gyűlölöm, utálom.
a te törvényedet szeretem. Ő Dávid. Kell imádkozni a szívünkért, hogy érzem, hogy Isten ereje odafigyel ezekre, amikor így ilyen szentségben tudunk működni, és a megszentelődésnek az útjára kerülünk. Halleluja. De nem itt tartottam, ezt csak véletlenül mondtam, de hogy kerültem ide? Ja igen, ezt akartam. Nem kell ide gyertek, ezt fölértem ezt az igét. De fölírhatjátok a Zsoltárok 5. Tehát a Zsoltárok 5-öt. A Zsoltáros így írja le Istennek a bűngyűlöletét. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél. Nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhattak meg szemeid előtt a kevélyek. Hogy gondolom, milyen érzés van most benned, ahogy erről beszélek? Nagyon távoli? Hogy érzed ezt? Nagyon távoli a szívedbe? Messze volt ez a szívedbe? Ez Istennek a látása. Halleluja! Nagyon érdekes a Biblia, nagyon sokszor, hogyha nézed a Ószövetséget és Újszövetségben is beszél erről, mint hogyha, és ki is fejezi szinte az undorját, az undort, az utálatot többször a bűn felé. De ezt nem azért teszi, mert ő egy diktatórikus Isten, hanem miért gyűlöl Isten a bűnt? Azért, mert szeret bennünket. Mert nagyon-nagyon szeret bennünket, és tudja, hogy a bűn tönkre teszi az életünket. Tudja, hogy a bűn megvakít. Tudja, hogy a bűn megkötözöttséget hoz. Tudja, hogy a bűnnek a hatására nem tudjuk őt úgy szeretni, ahogy kellene, mert a világ barátsága ellenségeskedés Istennel. Tudja nagyon jól, hogy akiben benne van például a világ szeretete, abban nincs meg a világ szeretete, nem nincs meg az Atya szeretete. Mindezt érted, értem teszi, mert tudja, hogy el leszünk zárva az ő áldásaitól, hogyha nem járunk ezen az istenfélő úton. Szeret, kimondhatatlanul szeret, és féltékenyen szerető Isten. Ezért szól nekünk a bűnnek a hatásáról. Mert lerombol minket, akármilyen fajta bűn. Halleluja! És végső soron Isten gyűlöli a bűnt, mert szolgaságba, és végső soron pusztulásba taszítja a meg nem tért embert. Még egy negyed órát beszélek, egy 10 percet, és akkor befejezem, nyilván majd folytatom. De azért hozok egy érdekes igét, azért hozom ezeket, mert ezekről nem szoktunk beszélni, meg szerintem valahogy ezek úgy elbújnak, ezek az igeversek a Bibliában. Júdás 1, 23. Remélem, nem fogtok haragudni rám, hogy ezekről is beszélek. Nagyon sokat beszéltünk az Isten szeretetéről, a bizalomról most, a szeretetről, de a másik oldalról is kell beszélnünk. Júdás 1.23. Szóval, hogy másokat rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és utálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett. Hát ez annyira messze volt én tőlem is. Anyám! Szoktam ezt mondani, szív szoktam mondani, anyám! Ezt mondtam, amikor ezt olvastam, tegnap előtt ezt az igét. Anyám! Még a ruhát is gyűlölni kéne? Amiben a bűnt elkövetjük, és mások azt mondom, foly. Tehát érdekes, érted, mit mondok? Egy viszolygásról van itt szó. Ezért mondtam, hogy az Ószövetségben és Istenben van egy utálat. És hogyha ez kiépül benned, akkor te meg fogsz mindig maradni, hidd el. Sose fogsz elesni. Hidd el nekem. Akkor ez az Istenfélelme benned van, meg fog téged tartani. Hát ez döbbenet. Ott az igébe. Figyeljetek, mi nem szerkeszthetjük át, nem húzhatjuk át az igét, nem firkálhatjuk össze, gyorsan lesatírozom feketével, ez nincs is ott. Mi nem tehetjük ezt. Ha le van írva az igébe, akkor ez Istennek a szava hozzánk. Halleluja! 1 Péter 1.14. Ezért kell Isten félületet élni. Nézzük meg ezt közösen még. 1 Péter 1.14. Tudjátok, nem azért, azt mondja Isten a zsidóknak tulajdonképpen. Most és olyan szlengesen mondom, de így van. Nem azért szeretlek titeket, mert különlegesek vagytok, hanem azért vagytok különlegesek, mert én szeretlek titeket. Érted a különbséget? Nem az embert magasztaljuk föl. Azért vagytok különlegesek, mert az én gyermekeim vagyok. Én csináltam ezt veletek. Az ember nem olyan nagyon-nagyon-nagyon különleges önmagában, a romlott természetében.
De óriási a kegyelem, ahogy lenyúlt hozzánk, ahogy felemelt bennünket, magához vonzott bennünket, és kiragadt bennünket a mocsokból, a bűnből. A dicsőség az Úrnak. Halleluja! Mint engedelmes gyermekek, 1.14.20. Ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amelyiket szent az, meg van írva, szent legyek. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Szent vagyok, ezért te is legyél szent. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül itt él, kinek-kinek cselekedete szerint félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét, Isten félelemmel éljetek itt a földön, akiknél ott van a gonoszság, meg az iga, meg a Isten félelemnek a látszata, azt mondaná az Úr, félelemmel töltsétek a ti jövőinségetek idejét. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattunk meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren. Hibátlan, szeplőtlen bárányén, Krisztus, a Krisztusén. Szeretet tiszteli a személyt, aki meghalt érte. Ezt nem tudom másképp elmondani. Hát egyszerűen a megváltás tényét tudnunk kell. Hogy az Isten haragja előtt vagyunk elragadva majd. Az Isten haragja nincs rajtunk. Micsoda kegyelem, hogy úgy éljek, mint ő. Ezzel a kettősséggel kell találkoznunk, és akárki akármit mond. Akár azt mondják, hogy Ószövetségről is beszélek. Én azt tudom mondani, hogy valóság például Ézsaiás prófétának a találkozása ott az Úrral. Egyrészt meglátja, milyen érdekes ott vannak az angyalok, ugye a szeráfok, ugye, és azt mondják, hogy szent, szent, szent a seregek ura, széles a föld teljes az ő dicsőségével. Nem azt mondják, hogy szeretet, 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 kegyelem, kegyelem, kegyelem. Hanem az Istennek ott a jelenlétében csak azt tudják mondani, hogy szent, szent, szent. Tehát a mennyben a jelenések könyvét, ha megnézed, ami a legeslegjobban ki van hangsúlyozva Istennek a szentsége mindig. Szent, szent, szent a seregeknek az ura. Széles a föld az dicsőségével. És utána meglátja a saját bűnösségét. A szent dicsőség és Isten jelenlétében teljesen összetörik. Azt meg már nem bírja elviselni, hogy meglátja az Isten nagyságát, dicsőségét. Ez a kettő. Értitek? Mi az, amit át akarok adni? Ez a kettő kell. Hogyha miből mentett ki bennünket az Úr, milyen bűnökből, vagy hogyha esetleg elkövetsz valamit, tényleg, ami tényleg, tényleg nagyon csúnya. Kell látnod a bűnösséget is, de kell látnod azt a hatalmas isteni erőt, azt a szent lényt, és Izsajás látta, és ez a kettő már nagyon sok volt neki, összeomlott. Én azt gondolom, hogy új szövetségben is kell látni ezt a fajta hatalmas, dicsőséges Istent, ezt a szent Istent. Mert ha nem látjuk őt szentnek, akkor áthágunk mindent. Ha nem beszélünk az Isten szentségéről. Ez ugyanolyan dolog. Hányszor mondja a levelekbe például Péter, hogy emlékezgetés által serkentelek benneteket. Többször mondja, hogy beszéljünk erről, vagy erről beszéljünk arról. Szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. Vajon ki hiszi el ezt manapság? Szentség nélkül senki nem látja meg az Urat? El lehet szellemiesíteni. Itt arról van szó tulajdonképpen, hogy ha nem vagyok úgy szent, akkor a szellemben nem tudom elérni az Urat. Itt kijelentéseket. Biztos, hogy csak erről van szó. Néha elszemélyesítünk, hogy szellemiesítünk igét, amit nem kéne, és fordítva is történik természetesen. Én azt mondom, hogy én nem tudom, de én szentségben akarok lenni. És mikor ő visszajön, én ott akarok állni tisztán, amennyire tőlem telik. És ha valamit rendeznem kell, akkor rendezem az Úrral, mert félem őt, és nagyon-nagyon szeretem. Halleluja! Hozok egy-két idézetet az Isten félelemről, esetleg föl is írhatjátok, de szerintem úgy is fogjátok, meg fogjátok hallgatni. Leonard Ravenhill. Tudjátok, olyan napot élünk, amikor jobban félünk a szentségtől, mint a bűntől. A.W. Pink. Nem a bűn hiánya, hanem az azon való szomorkodás az, ami megkülönbözteti Isten gyermekét az üres professzoroktól.
A.W. Tozer. Az a gondolat, hogy Isten megbocsát egy lázadónak, aki nem adja fel lázadását, ellentétes mind a Szentírással, mind a józan ésszel. Bibliában nincs ilyen, mert az Isten igéje azt mondja, hogy a kevénynek ellenáll Isten. A kevét távolról ismeri. Kevény, büszke, nem közelíthet hozzá. Az a gondolat, hogy Isten megbocsát egy lázadónak, aki nem adta fel lázadását, ellentétes mind a Szentírással, mind a józan ésszel. George Wesley, aki ugye puritánokhoz tartozott, és én azt mondom, hogy nyilván nem úgy hirdettem sose az igét, meg sose, bármikor is hirdettem, vagy evangélizáltam, tudjátok, hogy nagyon sokat beszélek a szeretetről, de neki az akkori korszakban ez volt a véleménye, ezt csak feldobom. Mielőtt szeretetet, irgalmat és kegyelmet prédikálnék, a bűnt, a törvényt és az ítéletet kell hirdetnem. Tehát az akkori korszakban ők ezt mondták. Valószínű az Isten félő életmód miatt. Én már nem ezt mondanám, hanem összhangban. De azért valamit el tudtak érni öttök. Neki ez volt a látása. Hogy ne a szeretetet elsősorban, hanem arról prédikáljunk, amit az abcselben, hát nézzetek meg az abcselben Péter prédikációját. Térjetek meg, mert elközelget. Így van. Nem azt mondja, térjetek meg, mert jó életetek lesz. Térjetek meg, mert gazdagok lesztek. Mindig arról volt szó, nem a térjetek meg, mert nagyon-nagyon szeret. Sosincs erről szól az abcselbe. Értsétek meg, megdöbbentem, hogy nem így közelítették meg, hanem hogy az embereknek kiváltsák, hogy jöhetnek az élő Istenhez. Manapság meg ugye mondjuk, szeret az Úr, szeret, mész, fölhívott, gyere, nagyon-nagyon szeret az Úr. És mit mond ilyenkor a bűnös? Na egy fene, annyira szeretne, jövök. Hol fogja tisztelni ezt az Isten? Nem tudja tisztelni ezt a fajta Istent. Csak a nagynak látja. Ha látja az ő tekintélyét, látja az ő szentségét, látja az ő dicsőségét. És mondok egy nagyon érdekes sztorit, aztán befejezem. Gyertek a János 14-hez. Több út vezet Rómába. Nem oda. Néha azt gondoljuk, hogy csak egy út vezet el oda, hova el szeretnék, de nem, hát Isten sokkal bölcsebb. Figyeljetek, János 14. Nagyon-nagyon régóta bennem van ez a rövid ige. János 14. 15-ös vers. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Tehát azt mondja, hogy a szeretetemnek a következményeként meg fogom tartani a parancsolatot. A János 15-ben, János 15-10, figyelj, fordítva mondja, többenet. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Értitek, mit szeretnék mondani? Csak azért, figyelj. Megközelíthetem az Isten félő életet azáltal, hogy kapok egy érzést, egy szeretett hullámot az Úrtól, és mivel szeretem, meg fogom tartani a parancsolatát. De itt fordítva mondja, ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Viszont, hogyha úgy döntesz, hogy eltökéled a szívedben, hogy megtartod az ő parancsolatait, megtalálod a szeretetét is. Két út van, A-ból B-be, B-ből A-ba. Csak ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy kisujjukat sem mozdítják azért, hogy közelebb kerüljenek Istenhez. Mert azt hiszik, hogy nekik, hát nekem ez adatott, ilyen kegyelem szinten vagyok, hát én nem tudom úgy szeretni az Urat, stb. De a kisujját sem mozdítja annak érdekében, hogy esetleg odaszánja magát a szellemi buzgóságra. Mert oda lehet szánni magad a szellemi buzgóságra. Ez a kegyelem ebben benne van. El tudsz jutni az Istennek a szeretetére, ha szellemi fegyelmet gyakorolsz, és elkezded keresni őt. Lehet, hogy üzenet sukaknak most 2024-ben. Lehet, hogy ezért nem találtad úgy meg az Urat, mert sose voltál képes arra, hogy odaszánd a testedet, a tagjaidat. Nem döntötted el, hogy márpedig ki nem megyek a szobámból, amíg át nem nézem egy órán keresztül az igét, amíg ott térdelek. Ez nem törvény, higgyétek el, ez nem törvény, hanem Isten több utat mutat, hogy megtaláljuk őt, mert kegyelmes, és el tudsz jutni, és tudod, az az érdekes, hogy ugyanaz lesz a vége, mint az elsőnek. Ahogy keresed őt, kutatod, jönnek a szeretet hullámok. Meg tudod találni az Urat.
ha megtartod a parancsolatokat, megtalálod a szeretetét, elvezet egyenesen a szeretethez, és vissza is. Csodálatos! Halleluja! Halleluja! És egy utolsó ige. Jézus mit gyűlöl? Jelenések könyve. 2:6. Direkt jelenések könyvét akarok hozni, hogy Jézus is gyűlöl dolgokat. Hogy új szövetség. De megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Jelenések 2:6. Jelenések 2:15. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Gyűlölök. Nem tudom másképp mondani. Nem tudjuk pontosan, hogy kik voltak a nikolaiták, de abban megegyeznek a biblia tanítók, hogy nagyon-nagyon erős ilyen liberális sztály volt, és ilyen erkölcsi liberalizmust hirdettek, nagyon ilyen szabadok voltak, rossznikusokkal is kapcsolatos, de ami a legfontosabb, amit el akarok nektek hozni, maga ugye, hát mivel ez a jelenések könyvben van, szerintem érdemes a szót is megnézni, a nikolaiták mit jelentenek. Megnéztem. A nikolaita szó görögben két szóból van összetéve. Nikao azt jelenti, hogy meghódít, mások fölé emelkedik. Tehát meghódít, mások fölé emelkedik. Laos pedig népet vagy laikusokat jelent, tehát azt jelenti, hogy uralkodni a népen, vagy a laikusok fölé emelni magát. Tehát a szó az emberek olyan csoportjára vonatkozik, akik magukat mások fölé emelik, hívők felé. És gondoljatok az évszázadokba a római katolicizmusra. Mindenki pap, Isten királyságában. Jézus gyűlöli azt, amikor mások olyan kiváltságosként hatalomból fölemelkednek, és a nyájat leuralják. Ezért is mondja Péterről, hogy emlékeztek, hogy is mondja? Eszembe jutott ez az ige. Nem arról van szó, tehát félre ne értsétek, nem a vezetésről beszélek, kellenek a gyülekezetben vezetések, stb., hanem a leuralásról van szó, egy diktatórikus vezetésről, ahol az embereket agyonnyomják, és nem tudnak felnőni, amikor uralkodnak felette, és tekintélyként olyan hatalommal lépnek fel, amivel leuralják az embereket. Péter mondtam? Jézus ezt gyűlöli. 1 Péter 5. A köztetek lévő presbitereket, kérem én, a presbitertárs és a Krisztus szenvedésének tanúja, a megjelenendő dicsőségnek részese, legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra, nem kényszerítésből, hanem örömest, nem rút, nyerészkedéssel, hanem jóindulattal, se nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak. Jézus ezt üzeni a jelenések könyvébe, hogy ezt ő biztos, hogy gyűlöli. Aztán gyűlöli a farizeusok kovászát, gyűlöli a szaduceusok kovászát, ami a képmutatás, gyűlöli a Heródes kovászát, ami a világnak a szellemét jelenti. Ezért kellett meghalnia keresztelő Jánosnak, mert ő kiállt az ellen, hogy márpedig te paráznosságban vagy. És ezért a fejét vették. Mit mondtam ez elején? Akik istenféle módon akarnak élni, azok üldöztetni fognak. Neki ez volt az elhívása, nyilván neked nem, hogy oda menjél X-hez. Csak kell, hogy átlássuk a témát, hogy közelebb kerüljünk az Úr Jézus Krisztushoz. És még egy utolsó, ami számunkra viszont a legfantasztikusabb, ami téma, ami ki tudja építeni az Isten félelmünket, szent módon az az elragadtatásnak az üzenete. És ezzel zárom, gyertek a János 14-hez. Dicsőség az Úrnak. Érzem ezt az istenfélő atmoszférát, testvérek. Tényleg érzem, hogy az Úr komoly munkát végez. Tudjátok, amikor Mózes ott volt a hegyen a 40 nap, és ugye 40 éjjel, meg ugye lejött a hegyről, akkor neki nem kellett befenyíteni az embereket. Nem meglátták az arcán a világosságot. Na, ezt kéne a hívőknek. Aki itt szolgál, bárki, meglássák a szentséget. És ez maga őket. Nem kellett befenyíteni őket. Kijöttek, féltek. A szentségtől, ami az arcán ott volt Mózesnek. Hogy átváltozunk. Én hiszem, higgyétek el, én komolyan veszem azt az igét, hogy a Szent Szellem átformál bennünket.
és elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Teljesen hiszem azt, de teljesen komolyan mondom, hogy még a hívő ember, aki az Úr jelenlétében van, megszépül az arca. Azt mondom, hogy ragyogjon a feje, mint a nem tudom, UV, nem tudom mi. De egyszerűen látod a szentséget, látod Isten szeretetét, látod rajta a Szent Szellem jelenlétét, kenetét. És ez már téged egy Isten félelemre indít. Mert látod, hogy ő az Úrban van. És látod, hogy rajta van Isten szelleme. A szolgálatán rajta van Istennek a kenete. Mert tiszteljük Istent, tiszteljük egymást, tiszteljük a szolgálatokat és Krisztus testében. Mit akartam mutatni? János, bocsánat. Figyelj. Ez a záró üzenetem, testvérek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, és hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. Mi tudjuk az utat, ugye? Tudjuk az utat, mert itt van az Istennek a félelme. Jön utána, evakuál bennünket innen. És ezt csak elragadtatunk, micsoda szent izgalom, milyen istenfélelme. Majd mondja János, hogy akiben megvan ez a reménység, az mind megtisztítja ő magát. Amiképpen ő is tiszta, hát nem maradunk úgy, tesók, feltétel nélkül szeret az Úr, a mocsokkal, a bűnnel, és persze, csináljuk ugyanazt. Hát hol látsz ilyet a Szentírásba, hogy nem kell megszentelődni? Hát nem tudok olyat oldalt mutatni a levelekből, vagy az evangéliumból, ahol nincs a szentségről szó. Szentséget közd össze az Isten félelemmel. És közd össze az igazságosságot a kegyelemmel. A szeretetet közd össze. Amen. Úgyhogy álljunk föl, úgyhogy várjuk ezt a csodálatos pillanatot. Az Úr adja, hogy a mi időszakunkba jöjjön el, és már emiatt is megtisztulunk, nem? Halleluja!